Megállapodást írta le a főiskola és a Klebelsberg intézmény fenntartó központ. Gyertya a hősökért. Gyertyát gyújtottak az első világháborúban elhunyt hősökért. Fölényes győzelem. Felsőházban a Dunaújvárosi futsal csapat a Csömör elleni győzelmet követően. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros televízió híradóját látják. Összefogás az oktatási színvonal növelése érdekében. A Dunaújvárosi Főiskola, valamint a Klebelsberg intézmény fenntartó központ Dunaújvárosi járási tankerülete hosszú távú és folyamatos együttműködést vállalt. A cél a felső és közoktatás közötti kommunikáció erősítése. Felkérem a két szervezet képviselőjét, dr. András István rektorát és Tóth Géza igazgatórat, hogy aláírásukkal hitelesítsék az Együttműködési szerződést írt alá Tóth Géza, a Klebelsberg intézmény fenntartó központ Dunaújvárosi járási tankerületének igazgatója, valamint András István, a Dunaújvárosi főiskola rektora. Mint mondták, a megállapodás legfontosabb célja, hogy a felső és a közoktatás közötti kommunikációt erősíteni tudják. A két szervezet közötti együttműködés körülbelül fél évvel ezelőtt kezdődött, ezt bizonyítja például az októberben megrendezett őszi szakmai nap. Ezzel a szerződéssel azonban hosszú távú és folyamatos együttműködést vállaltak az aláíró felek. A főiskola kollégái, kollektívái számára mindig fontos volt az, hogy együttműködjünk a térség középiskoláival, általános iskoláival. András István kiemelt céljai közé sorolta, hogy a térségben élők egy nyitott és befogadó intézménynek tekintsék a Dunaújvárosi Főiskolát. Különösen érvényes ez akkor, amikor az a kérdés vetődik föl bennünk, hogy vajon kikből lesznek a hallgatóink. Ezt jól tudjuk, hogy a főiskola hallgatóinak jelentős részét, több mint 40%-át adják a közvetlenül a járásból, a régióból érkező fiatalok. Az, hogy számunkra egy élő kapcsolat formalizált módon is megjelenjen, akár a szervezeti keretek között igazgatóra által képviselve, akár pedig szakmai kérdésekben is, azt gondolom, hogy számunkra az egy kérdés. A rektor hozzátette, a most megkötött szerződés egy nagyon fontos állomása a közép-dunántúli pedagógus képzés megújításának, amelybe a Dunaújvárosi Főiskola egy uniós pályázat keretében kapcsolódott be. A célom, amikor ezt a munkát elvállaltam, az volt, hogy, és most is az. A KLIK Dunaújvárosi tankerületének igazgatója hangsúlyozta, a Dunaújvárosi Főiskola közreműködésével azon dolgozik majd, hogy a térség kiemelkedő oktatási minőséget képviseljen. Az egyik legfontosabb célkitűzésem az, hogy a tanulás színvonalát emeljem, ezért egy mérés-értékelés munkacsoportot hoztam létre a tankerületben, szerintem az országban egyedülálló módon, és ezt tettem azokkal a kollégákkal, akiknek a 80-90%-a a Dunaújvárosi Főiskolán szerezte meg a diplomáját. És ez országos szinten is azt gondolom, hogy nagyon komoly törekvés, hogy a kompetencia alapú méréseknél jobban teljesítsenek, hogy az európai szintet elérjük, vagy a fölé menjünk. Tóth Géza kiemelte, együttműködésük egyik fontos része lesz a téli-tavaszi pedagógus továbbképzések megvalósítása, amelyek során európai szintű szakmai tudást adnak majd át a hallgatóknak. Gyertyagyújtás a hősökért. Dunaújváros is csatlakozott a nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz, amit az első világháborúban elhunyt katonák emlékére rendeztek meg. Gyertyákat és mécseseket gyújtottak a Magyar utcában található első világháborús emlékműnél. Ugyanis Dunaújváros is csatlakozott a nemzetközi gyertyagyújtási akcióhoz, amit a 100 éve kitört világháború áldozatainak emlékére világszerte megtartanak. Az akció célja, hogy a közös Európában együtt emlékezés jegyében a ma élő nemzedék tagjai közül minél többen érezzék sajátjuknak. Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester elmondta, a megemlékezés célja, hogy minél többen érezzék sajátjuknak a csatatereken meghalt katonák sorsát, ugyanakkor tekintsék fontosnak a béke megőrzése melletti elkötelezettséget is. Magyarországon, Európa tagországaként azt gondoltuk, hogy a közös Európában való együtt emlékezés, együtt gondolkodás milyen fontos szerepet is játszik
az első világháborús áldozatok emlékének adózva. Mi Dunajvás megyeúváros önkormányzata is úgy ítéltük meg, hogy első alkalommal csatlakozunk ez a rendezvénysorozathoz, amelynek természetesen folytatása lesz, hisz alapvetően az a célunk, hogy ne felejtődjön el azon halálos áldozatokat ért emberek, katonák emléke, emlékezzünk rá unokák és dédunokát és a mai élők. Az alpolgármester bízik abban, hogy ezzel a kezdeményezéssel hagyományt tudnak majd teremteni Dunaújvárosban is. 80 éveseket köszöntöttek születésnapjuk alkalmából a Pentele Klubházban. Az ünnepelteknek ajándékkal és műsorral kedveskedtek a nyugdíjas klub tagjai. Ki emlékezünk a 80 évesekre, nagyon köszönjük mindenkinek. Németné Naszvadi Júlianna emelte poharát a születésnaposokra, akiket egy bál keretében köszöntöttek a Pentele Klubházban. A klubvezető maga is az ünnepeltek táborát gyarapította. Mint mondta, nagyon örül annak, hogy ilyen aktívak a klubtagok. Én nagyon-nagyon jól érzem magamat 80 évesen. Nagyon boldog vagyok, hogy még ebben a korban így tudom ezt a klubot irányítani, tudom őket vezetni, és nagyon rendesek, nagyon aranyosak, csak jót tudok róluk mondani, hogy tényleg aktívak mindenbe, minden munkába segítenek, úgyhogy öröm idejönni, és öröm velük lenni. És mindenbe cél. A 80 évesek mellett a nyugdíjas klub legidősebb tagját is köszöntötték. Pap Tiborné elmondta, ha tud, minden rendezvényen részt vesz, és igenis, van élet 90 felett is. Nagyon jól érzem magam, hosszú évek óta ide járok. Tag vagyok, és akkor minden alkalommal jövök. A születésnaposokat ajándékokkal és műsorral köszöntötték fel. Rózsát, de nem igazi rózsát, hanem marcipán rózsát kapnak, egy nagyon szép emléklapot kapnak, és egyénileg kapnak még bombont, még kis szívecskéket, amit készítettünk külön-külön, és ezek az ajándékok. Meg verset mondunk. Énekelünk. A köszöntést követően zenével és tánccal ünnepeltek tovább a klubtagok. A talpalávalót most is a parádi ikrek szolgáltatták. Mártonnapi kavalkádot tartottak a Munkásművelődési Központban. A résztvevők számos az ünnephez kapcsolódó díszt készíthettek. Az intézményben december 6-áig minden szombaton különféle programokkal várják az érdeklődőket. Itt van Tojási. Ez a kisfiú Ludas Matyi két libáját ábrázoló képét festette meg a Munkásművelődési Központ szombati mártonnapi rendezvényén. Ezen kívül libás könyvjelzőt, hungarocellből álló libát, valamint belógatós libát is készíthettek a résztvevők. A DSTV által megkérdezett gyerekek élvezték a kézműves foglalkozást. Hát majdnem minden évben szoktam lenni, szóval szeretem az ilyen kézműves dolgokat, és azokon szoktam lenni. Jó élvezet kézműveskedni, és a gyerekeknek szerintem kell a kézműveskedés. Én nagyon szeretem a libákat, meg én is nagyon szeretek kézműveskedni, és ki szerettem volna próbálni. Kovács Rózsa a rendezvény szervezője hangsúlyozta. A program nagy népszerűségnek örvend, hiszen ő maga már 14 éve szervezi meg a mártonnapi kavalkádot. A mai nyitó rendezvényünk a mártonnapi kavalkád, ami a két nap múlva közeledő ünnephez kapcsolódik, ugye mártonnaphoz. Ilyenkor a hagyományos libazsíros kenyerünk megjelenik az asztalokon, nilahagymával, és a mögöttem levő asztalokon végig négyféle libás technikát készítenek a nagymamák vannak éppen most sokan, anyukák, apukák a gyerekeikkel. A program a családi hétvégig nyitó rendezvénye volt. Innentől kezdve december 6-áig minden szombaton 15 és 19 óra között különböző programokkal várja az érdeklődőket az MMK. December 6-án pedig egy nagy mese előadással zárják a sorozatot.
Az NB1-es futsal bajnokság 10. fordulójában a Dunaújvárosi futsal csapat együttese 8-1-re legyőzte a Csömör gárdáját. A hazaiak ezzel már a 6. helyet foglalják el a tabellán. Mintegy 500 néző előtt lépett pályára hétfő este a Dunafer DF Renalpin futsal csapata a Csömör együttese ellen. A dunaújvárosiak igyekeztek kiszolgálni a kilátogató nézőket. Ennek eredményeképp a közönség már a 2. percben hazai gólnak örülhetett. Sranc talált be a vendégek kapujába. Az első félidőben a hazaiak még 3-szor vették be Horváth Gergely hálóját. A csömöriek erejéből mindössze egyetlen gólra futotta. A dunaújvárosiak a 2. játékrészben sem álltak le, és újabb 4 találattal terhelték meg a vendégek kapuját. Baranyai Pál tanítványai végül simán 8-1-re nyerték a találkozót. Próbáltunk letámadni, labdákat szerezni, sajnos aminek be kellett volna pattani, az minden kipattant, hozzájuk meg visszapattant a labda a védés után üres kapura gól. Minden összejött a Dunaújvárosnak, gratulálok nekik, ez van, menjünk tovább. A hazaiak mestere érthetően elégedett volt a találkozó után, kiemelte, megérdemelt volt még az ilyen nagyarányú győzelem is, hiszen a játék minden elemében felülmúlták a vendégeket. A mai napon én szerintem a Csömört hazai pályán lefociztuk. Mindenben, akaratban, futsalban és nagyon-nagyon koncentráltak voltunk. Én gratulálok a srácoknak, végre megint azt láttuk, amit a Veszprém ellen, meg a Szombathely ellen, akaratban is, meg futsalban is, hogy egy csomószor nem is tudott mit kezdeni velünk a Csömör. Zemanku Zoltán megköszönte a szurkolók biztatását, kiemelte, van eredménye a befektetett munkának, hiszen 3 hónappal ezelőtt a bajnokság nyitó fordulójában a dunaújvárosiak 4-0-as vereséget szenvedtek mostani ellenfelüktől. Azt gondolom, hogy revansot vettünk, és ami ettől sokkal fontosabb a revanstól az, hogy szép játékkal, tudatos játékkal, és látszik az, hogy az elmúlt 2-3 hónapban valóban munka folyt Dunaújvárosban, munka folyt a dunaújvárosi futszában, és ennek az eredménye hát ezen az estén több száz néző számára is, közel 500 néző számára is látható volt. A mérkőzésen jelen volt Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke is. Mint mondta, büszke az együttes jó teljesítményére. Tavaly még az NB2-ben játszottunk, és akkor az volt a cél, hogy feljutni az NB1-be, megtörtént. Akkor azt kértük a játékosoktól, hogyha lehet, maradjanak bent. Most úgy tűnik, hogy az első 6-ban vannak, ami a rájátszást jelenti. Sokat erősödött a csapat, egyébként köszönhető az a szponzoroknak, Dunafernek, a főiskolának és a Renalpinnak, mert ők összeálltak, és érzik a fiúk is. A hétfő esti győzelemmel a dunaújvárosiak nem csak leszakították vetétársukat, de feljöttek a még felsőházat jelentő 6. helyre is a bajnoki táblázaton. A következő fordulóban a Déli FC gárdájához látogat Baranyai Pál együttese. Szerdán borongós időre számíthatunk, napközben nyugat felől vastagodó felhőzettel. Estétől nyugaton már eső, zápor is előfordul. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Főbb híreink következnek. Még egyszer, röviden. Megállapodást írta le a főiskola és a Klebelsberg intézmény fenntartó központ. Gyertya a hősökért. Gyertyát gyújtottak az első világháborúban elhunyt hősökért. Fölényes győzelem. Felsőházban a dunaújvárosi futsal csapat a Csömör elleni győzelmet követően. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.